tegnap este kedves kisfiú, 6 éves múlt, igen rosszul lett, és kórházba kellett vigyük, aztán gyógyszertárra, orvos, egész éjjel jött. Én reggel sokkal jobban lett. Jó nagy imádsággal kellett ezt erősíteni. És itt had mai nap egy rajzfilmre ébredek én magam is, kisfiam ezt nézi. A önök számára is ismerős lehet a kukoréskor. Ebben a kis jelent részben elhangzik egy kis párbeszéd, ami arról szólt, hogy kukori panaszkodik társának, hogy egész nap rohanás, futkosás, mindenféle programok, mozgolódás. És mikor leszel nyugalom és békesség napja vagy hónapja? És ahogy esperes alatt hallgattam, mert ez jutott eszembe, hogy Isten mindenképpen és minden nap előtt van. És amikor Laska Megtisztelt úr meghívott erre a mai hálásra, azt gondoltam, hogy arról fog beszélni, hogy nyilván nem először járva itt, láttam én 10 évben ezelőtt is ezt a parókiát. Akkor is ráfért volna már többet. És látom ezt a gyülekezetet, aki most örömmel, áldattal fogadja ezt a jó hírt, ezt a megerősítő, valóban építő lendületet, amivel a gyülekezet hosszú távon meg tud maradni. Köszönöm, és Istennek adjunk hálát magam, hogy ebben részt vehetek, és segíts önöket a megtartásban. Áldott karácsonyt és reményteljes újhezt lennőzőben.